A teraszok nyitása nem emelte meg a fertőzöttek számát. A járványügyi adatok napról napra kedvezőbbek. Ezt Müller Cecília mondta az operatív törzs mai tájékoztatóján. A kórházban ápoltak száma 3000 alá csökkent, a gyógyultak száma pedig folyamatosan nő. Jelenleg 592.440-en gyógyultak meg a koronavírus fertőzésből az országban. Tegnap a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt 477 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek hazánkban, valamint egy üzlet ideiglenes bezárásáról is döntöttek. Kijárási tilalom adataink, 104 személye szemben intézkedtünk az elmúlt 24 órában. Ma hajnalban a budapesti rendőrfőkapitányságon szolgáltott teljesítő rendőreink csendháborításról szóló állampolgári bejelentés alapján intézkedtek Budapest 5. kerületében található egyik magánlakásban, ahol 15 fő külföldi állampolgár magánrendezvényt tartott. A rendezvény szervezője egy norvég állampolgár volt, aki zenés rendezvényt tartott. Ahogy azt Müller Cecília közölte, már 4,9 millióan regisztráltak oltásra Magyarországon, 80%-uk pedig meg is kapta legalább az első adag vakcinát. Ma 64.800 adag Moderna, holnap 67.200 adag AstraZeneca oltóanyag szállítmány érkezik hazánkba. A szakember szerint a járványadatok kedvező irányba tartanak, egyre kevesebb a napi megbetegedések száma is. Az elmúlt 24 órában 905 új fertőzöttet regisztráltak, és elhunyt 96 beteg. A fővárosban és a környezetében lévő kis városokban mért szennyvízben a koronavírus örökítő anyag mennyisége is elkezdett csökkenni. Úgyhogy ezek mind jó hírek számunkra, mert azt vetíti előre, hogy talán a jövőben már nem kell emelkedéssel számolnunk a fertőzöttek tekintetében. A tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben módosul a várandós és szoptatós édesanyáknak a védőoltás ajánlása. Az első oltásra a 12. terhességi hetet követően, a másodikra pedig jellemzően a 36. hét előtt kerüljön sor. Továbbra is a minden információ birtokában kell a várandós kismamának döntést hoznia, saját kérésére történik a beoltása, mérlegelve mindazokat a kockázatokat, amit egy esetleges koronavírus fertőzés hord magában. A tájékoztató végén Müller Cecília az ápolók áldozatos munkáját köszönte meg az Ápolók napja alkalmából. Ezt a napot egy brit ápolónő, Florence Nightingale születésnapján ünnepeljük az egész világon. A lámpás hölgyként is ismert ápolónő 1820. május 12-én született, és szó szerint éjjel-nappal ápolta a betegeket.